A Mohács utcában most végzik az új aszfaltburkolat megépítésének előkészítő munkáit a szakemberek. Kialakítják a szegélyeket és a csapadékcsatornákat, fellazítják a meglévő alapot. Az új útépítések elsősorban a külterületi városrészeket érintik, amelyek az elmúlt években benépesültek. A burkolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést biztosítanak majd az ott élők számára. Idén 5 új aszfaltút épül a Merkur, a Mohács, a Szígyártó, a Lombkorona és a Hold utcákban. 3 utcában pedig a meglévő burkolatot cserélik, ezek a Kodály Zoltán utca, Gádor Béla és a Krúdi Gyula köz. A Nyírvévi Nonprofit Kft. Beruházásában 2016-ban épülő utak közül Merkur utca útépítése a hét elején befejeződött. Jelen pillanatban a Mohács utcán folynak munkálatok, itt jövő héten szintén befejeződnek az aszfaltozási munkák. A héten elkezdődik a Szígyártó és a Lombkorona utca útépítése, jövő héten pedig a Kodály Zoltán utca burkolat felújítása kezdődik el. Az összköltsége az idei útépítési költségeknek 255 millió forint nettó. Az útépítések és útfelújítások mellett a nyári útjavítási program során 84 millió forintból meleg aszfaltos technológiával 40 utcában tüntetik el a hibákat. A munkák 3 hete kezdődtek, a javításokkal már 20 utcában végeztek. A kátyúzandó útfelületek listáját részben lakossági bejelentések, részben a szakemberek ellenőrzései alapján állították össze. A legnagyobb felületű javítás a Toldi, a Zágráb és az Ószőlő utcákat érinti, ahol több ezer négyzetméteren újul meg az aszfaltburkolat. A munkák során a teljes burkolatot cserélik még a Sport, az Alpári és a Mogyorós utcában, valamint a belső körúton. Emellett parkolók burkolatait is felújítják a stadion és a Toldi utcán.